Görögbecse lakosságának 15%-át teszik ki a magyarok, megmaradásuk nagyban függ a közösség politikai és gazdasági támogatásától. Az egyetlen egy magyar listával az a célunk, hogy az embereket aktiváljuk, hogy megmutassuk, hogy vagyunk itt, hogy lehet, hogyha összefogunk, akkor sok mindent elérhetünk, akár az iskoláztatásoktól kezdve, ugye a Magyar Nemzeti Tanács támogassa az egyetemistákat, ugye vannak az általános iskolákban is támogatások, szülőföldön magyarul, és ez számomra nagyon fontos. Mert hogyha ez minden volna, vagy ezt mindent nem csinálnák meg, szerintem nagyon rövid időben léte nem szorvány volna, hanem sokkal szomorúbb volna a helyzet. A december 17-i választások a szorvány közösségek megmaradása és a gazdaságfejlesztési program jövője. Ezek a témák voltak a csütörtök este a törökbecsei képviselőtestület üléstermében megszervezett lakossági fórum fókuszában. Amikor választások vannak, akkor jó eredményt kell elérni annak érdekében, hogy például itt Törökbecsén küzdeni tudjunk azért, hogy a magyar kultúra támogatásban részesüljön, azért itt Törökbecsén is, de akár Nyugatbácskában, akár Délbánátban, akár Középbánátban, vagy Északbánátban, vagy Szerémségben, hogy a kis létszámú magyar osztályok meg tudjanak maradni, és hogy a szorvány magyarság se szakadjon le, és ugyanolyan figyelmet kapja, mint a tömmagyarság. A Prosperitáti Alapítvány a törökbecsei magyarság megmaradását 103 sikeresen megvalósult projekttel és 1,5 millió eurós támogatással segítette eddig. A program pedig folytatódik. Részben ezért érkeztem ide önökhöz Törökbecsére és hajnosságba, hogy bejelentsem azt elnök úrral, hogy folytatjuk a programot. Meghirdettük ma. A fórumon részt vett Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, és Juhász Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi lista vezetője, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője is.